Az előző városvezetés által elnyert pályázatokkal büszkélkedik az új városvezetés, ezt állítják a szocialisták. Az ellenzék szerint a beruházásokra elnyert pénzek 90%-a még a korábbi városvezetésnek köszönhetően kerül a megye székhelyre. A szocialisták emellett keveslik a civil szervezetekre fordított önkormányzati támogatást, és úgy látják, a városvezetés tudatosan lehetetleníti el a külterületi művelődési házak működtetését. Hiába tárgyalja sokat szorra a városi fejlesztéseket a közgyűlés, az új városvezetés továbbra is azokkal a fejlesztésekkel büszkelkedik, amelyeket még az előző városvezetés készített elő és nyert el hozzájuk pályázati forrásokat. Ezt állítják a szocialista önkormányzati képviselők. Nagy László azt mondja, a városvezetés által emlegetett 20 milliárd forint összértékű fejlesztés 90%-át még a szocialista önkormányzat szerezte meg, ilyen a szennyvízberuházás, az érkert és a huszártelep rehabilitációja. Az új városvezetés legfeljebb újra csomagolja ezeket. Az ellenzéki politikusok hozzáfűzték, az új városvezetés által elkészített projektek körül, mint a sóstófejlesztés nagy a bizonytalanság. Azt állítják, ez azért fordulhat elő, mert az irányító hatóság valamit egyszerűen nem tart jól elgondoltnak. A szocialisták úgy látják, a városvezetés csupán néhány látványberuházással büszkélkedhet, melyek összértéke csupán néhány millió forint. Borzalmasan elasult a pályázati elbírálási rend Magyarországon. Nagyon-nagyon óvatosan és nagyon minimálisan csöpögtet a kormány pályázati forrásokhoz pénzeket. Éppen ezért nyilvánvalóan a települések is nagyon óvatosan kezdenek bele a beruházásokba és ennek nyíregyháza is megissza a levét, az látszik, hogy Debrecen ányékában nagyon lelassultak ezek a fejlesztések, miközben azt látjuk, hogy egyes települések Magyarországon azért elég jó ütemben tudják folytatni a fejlesztéseiket. A szocialisták kritizálják azt is, hogy a város kevés forrással támogatja a civil szervezeteket, amivel megnehezíti a működésüket. Emellett úgy látják, a város szándékosan lehetetleníti el a különböző városrészekben eddig jól működő kulturális életet, mivel nem támogatja a művelődési házak működtetését. Dr. Adorján Gusztáv a szocialisták által megfogalmazott kritikákról híradónknak azt mondta, kellő szerénységet kellene tanúsítani a szocialistáknak, amikor a pályázatokról nyilatkoznak. A Fidesz városi frakció vezetője kifejtette, amit a szocialisták itt hagytak a város nyakán, az sok hónapos megfeszített munkával tudták csak rendbe hozni. Úgy látja, ha ezt nem teszik meg, az előző városvezetés miatt elbukhatták volna a 13 milliárdos szennyvízberuházást és az Agora program a művelődési ház felújítását. Ráadásul a szocialisták elhibázott pályázatai miatt nyolc szabálytalansági eljárást kellett a megfelelő módon kezelni, a szennyvízberuházás kapcsán pedig öt peres eljárás volt folyamatban. Hozzáfűzte Nagy Lászlónak és a szocialistáknak tükörbe kellene nézniük és elismerni hibát hibára halmoztak. A Fidesz ezért felszólítja az ellenzéket, kérjenek bocsánatot a nyíregyháziak.